Párizs zenekar Együtt dobban a szívünk című dalával emlékeztek meg pénteken délelőtt Győrben, a trianoni békediktátum értelmében. 102 évvel ezelőtt csatolták el Magyarország területének 67%-át, az ország 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre csökkent, több mint 18 millió magyarból pedig mindössze valamivel több mint 7,5 millióan tartoztak továbbra is hivatalosan Magyarországhoz. Az eseményen dr. Dézsi Csaba András polgármester kiemelte, habár Trianon hatalmas veszteség a magyar történelemben, de több mint 100 év elteltével a határon túli magyarok még mindig összetartanak a nemzettel. Szétszakítani sokkal könnyebb valamit, mint összetartani, akár összetartozót, de ami természetellenesen van összegyúrva, az pedig előbb-utóbb magától szétesik. Viszont ami természetesen összetartozik, hogy eljön az idő, akkor előbb-utóbb ez összeáll egy egészszé. Ugye azt mondják néhányan magyarok és néhányan Európában, hogy a magyarok itt magyarkodnak, hogy miért nem tudnak már megnyugodni, miért nem tudnak belenyugodni. Na de hát ezért is nem a Trianonról beszélünk, hanem a nemzeti összetartozás napjáról. Hiszen sokkal erősebb dolog az összefogást hirdetni, mint azon siránkozni, hogy mi történt, hiszen megbűnhődte már a nép a múltat és a jövendőt. Tépett testünk megtaposták. Ragadozók ragadozzák édes kevesünket. Koporsunkat faragdálják. Eléd sírjuk magyar árvák a mi keservünket. Bakos Kis Gábor a Győri Színház igazgatója Sík Sándor versével emlékezett meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, majd az eseményen mindenki elhelyezte az emlékezés koszorúit is.